Sok szeretettel köszöntök mindenkit a tanítói esték mai alkalmán. A lélek, test és lélek témakörben folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Ismét a bibliai lélek, testlélek modellel kezdjük azért, hogy újra áttekintsük, hogy hogyan is kezeli maga a Biblia az írása szembert, mint élőlényt. Maga a bibliai testlélek modell, ahogy már korábban is mondtam, a Szószövetségből rajzolódik ki sokkal jobban, mint az Új Szövetségből. Ennek egyszerűen nyelvi oka van, a görög nyelvnek a sajátságaiból fakad. A héber nyelv lényegesen összetettebben és színesebben kezeli ugyanazt a kérdéskört. Nincs egyébként ellentmondása görög nyelvű újszövetségi írások és a héber nyelvű újszövetségi írások ennek a között. Csak mire az ember a görög szövegnek az értelmezésének a végére él, addigra megfájdul a feje. Azért, hogy ne fájduljon meg az ember feje, ezért hozom most már a harmadik alkalommal ezt az ábrát, amin látjuk azt, hogy hogyan írja le az embernek a létét, a felépítését a Biblia. Nagyon fontos, hogy az ember test és lélek, tehát az embernek van egy materiális, anyagi fele, és van egy nem látható, nem materiális fele. Ugye testnek mondjuk azt, ami materiális, és a magyar nyelv léleknek mondja mindazt, ami nem fogható meg, nem tapintható, tehát ami a matérián túl van, ezt nevezi a magyar nyelv léleknek. A léleknek a működését természetes módon megéljük. Anyagi testben vagyunk, de a léleknek a működését ebben az anyagi testben megéljük. Nagyon rossz lenne, hogyha nem élnénk meg a saját lelkünknek a működését. A lélek működésének a megérési szintjeit pedig a test és a lélek kapcsolódási pontjai fogják meghatározni. Ugye a test és a lélek nagyon szorosan össze van kapcsolva egymással, hogyha valakibe csak hálni jár a lélek, akkor annyira gyenge már a lélek és a test közötti kapcsolat, hogy bármikor elhagyhatja a testet a lélek, hogyha valaki kileheli a lelkét, akkor meghal. És ami nagyon szép a magyar nyelvben, hogy régente nem is úgy mondták, hogy ha valaki meghalt, hogy meghalt, hanem hogy elhal. Elhunytat is használták, igen, de elhal. És hogyha valaki régi gyászjelentéseket, nézd, a 19. századi gyászjelentések esetleg levéltárból kezébe kerülnek, akkor ott így szerepel, hogy elhal. És ha megnézzük, hogy a hal szavunk az mit jelent, például amikor valakinek a hangja elhal, amikor a kiáltás elhal, azt jelenti, hogy eltávolodva már érzékelhetetlenné válik. És ugyanez történik akkor, amikor az ember lelke elhagyja a testet, az ember lelke többé már nem lesz érzékelhető, vagyis az ember elhalt. Itt van a test, ami már élettelen, a lélek pedig elkerült a más világra, ahogy a magyar nyelv mondja, és ott halhatatlan létet folytat. Tehát a lélek működését azokon megélési szinteken tudjuk megélni és értelmezni, ahol a kapcsolódási pontjai, szintjei vannak a testnek és a léleknek. De van egy biológiai léte a testnek, igazából magát a biológiai létet is megéljük. Van egy ösztönös része az énünknek, ami, ahogy a múlt alkalommal erről beszéltünk,
származhat az anyagi materiális testből, és származhat a lélekből, és hogyha megnézzük, hogy a Héber ezt hogyan fejezi ki magára az életre, a biológiai életre, a nefes szót használja, arra a megnyilvánulásra, ami ösztönös megnyilvánulás, a rua szót használja, és hogyha nézzük az Ószövetségi írásokat, akkor ezt a rua lélek szót halandóként is és halhatatlanként is kezeli, ami nagyon komoly teológiai vitákat tart fenn a mai napig, hogy akkor a ruach lélek az halandó vagy halhatatlan. Egyszerű a magyarázat, a lelki testünk felől is van ösztökénk, ami ösztökje minket, és hogyha a lapot a kezetekbe veszitek és a vonal menténket kihagyjátok, akkor érthető is lesz a dolog, mert ugye a lapon a vonal alatt helyezkedik el, úgy mint itt az ábrán mindaz, ami materiális és halandó, fölötte, ami halhatatlan, és hogyha ketté hajtjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy a ruach lélek szóval jelzett terület megjelenik a matériában, az anyagi testben, az anyagi test sajátjaként, mögötte pedig ott van a lélek. És akkor, amikor az ember arról beszél, hogy valami hajtja, feszíti, viszi valamire, ösztökéri, és ösztönösen cselekszik valamit, ez az ösztön származhat a matériából, az anyagi testből, de ugyanúgy jöhet a láthatatlanból. A múlt alkalommal, ahogy ugye megnéztük a szótárnak az értelmezését, az ösztön értelmezését, nagyon szépen taglalta a szótár, hogy van materiális anyagi ösztön is, van nem materiális lelki ösztön is, és hát van még egy tudatunk, ezt lébáb szóval jelzi az Ószövetségi írás, és van még egy része az embernek, az ember lelkének, nem része, tehát megnyilvánulása. Hogy ebből úgy tűnik, mintha az embernek legalább ötféle lelke lenne. Nem, az embernek egyetlen egy lelke van, ennek vannak megnyilvánulási helyei és megélési szintjei, formái. Ennek a legutolsó és itt a legfelső megélési helye, ezt a Héber Nesemának írja. Én itt azt mondtam, hogy ez Isten lélek, és azért lett itt egy is lélek, mert hogyha megint csak megnézzük a cucorfogarasi szótárt, hogy az Isten szavunkról mit mond, akkor azt fogjuk benne olvasni, hogy az Isten az eredetileg östen, vagyis ős tevő volt, ennek megfelelően az Istentől származó lélek, az ős lélek, az Istentől származó lélek, és ezért hagytam itt benne, hogy ez az is, illetve Isten lélek, tehát ez a legmélye a lelkünknek, és bár ezen az ábrán a legtetején van, de hogyha ketté hajtjuk az ábránkat, akkor láthatjuk, hogy a Nesemá felirat, az valóban a legmélyére kerül az egésznek, csak a nem láthatóban. És akkor, amikor valaki azt mondja, hogy az ember, minden ember a legmélyén jó, akkor teljes egészében igazat mond, mert hogy Istentől származó lelke van az embernek, Isten lehelte a lelket az embernek a szorrába, és hogyha feltételezzük, hogy Isten lehet rossz is, akkor megdől minden, ami arra épül, hogy Isten jó. Tehát tőle nem származhat rossz, ebből kifolyólag pedig az embernek a lelke mélyén minden embernek jónak kell lenni, és ez az a léleknek a mélye, ami az isteni jóságot hordozza az embernek. Most az embernek a lelke az anyagi testen, a materiális testen keresztül nyilvánul meg és fejeződik ki ebben a világban. Ennek megfelelően ennek a testnek erre alkalmasnak is kell lennie, hogy ki tudjon fejeződni rajta keresztül
a lélek, és hogy korábban már említettem, a fogyatékkal élő emberek, az értelmi fogyatékos embereknek a teste fogyatékos, a materiális teste fogyatékos. Azt ne gondolja senki, hogy ezeknek az embereknek a lelke, az Istentől származó lelke, az bármilyen formában is csorbult. Ez a lélek, ez nem tud kifejeződni itt a matériában, a világban, ahogy egyébként egy másik embernél ez meg tud történni, és ennyi pusztán a különbség. Tehát maga a test alapjaiban határozza meg, hogy az embernek a lelke mennyit fog tudni itt megjelenni, kifejeződni az anyagi, materiális világban. Megfordítva, az emberi test alkalmas arra, hogy rajta keresztül megnyilvánuljon a lélek. Tehát amikor az Isten megformálta az embernek a testét, akkor volt egy gyári előkészítés a lélek számára, és amikor belelehelte az ember orrába a lelket, akkor szépen megtörtént az a kapcsolódás, ami itt látunk, szépen pontról pontra összekapcsolódott a test és a lélekkel, úgy, ahogy az előkészítés volt, és a kettő tökéletesen összeillik, a test és a lélek, és egymástól elválaszthatatlan, akkor válik el az ember lelke a testtől, amikor a biológiai anyagi test meghal. És innentől kezdve, mivel magát a biológiai testet ugyanolyan szabályok szerint teremtette Isten, mint amilyen szabályok szerint a Földön lévő minden biológiai test működik, válik érthetővé az, hogy minél összetettebb, minél bonyolultabb egy anyagi, biológiai, materiális testnek a felépítése, annál inkább alkalmas arra, hogy hordozza az a biológiai életet, hordozzon ösztönöket, hordozzon rációt, logikát és hordozzon értelmeket. Ezért van az, hogy időről időre látunk különböző állatoktól emberi jellegű megnyilvánulásokat. Azt mondja az ember, a magyar ember, hogy olyan, mintha lelke lenne. És azért mondja, hogy olyan, mintha lelke lenne, mert a magyar nyelv az egyetlen lelkes teremtménynek az embert tudja. Az állatoknak, ahogy korábban is mondtam már, párája van, ami egy nagyon szép kép megint csak a pára szó. A pára is ugye ugyanúgy megfoghatatlan, mint a lélek, de a párát mégis látjuk, mert áttetszik, átszűrődik az anyagon a matérián, és amikor az állatra azt mondjuk, hogy az állatnak nem lelke, hanem párája van, akkor a magyar nyelv nem kevesebbet fogalmaz meg, mint az, hogy a biológiai materiális test az összetettségétől függően képes arra, hogy fordozzon életet, ösztönt, érzelmeket, és még valamennyi értelmet is. És hogyha megnézzük az állati értelmet, akkor az állati értelmek időnként meglepően magas szintűek tudnak lenni, holott nagyon jól tudjuk, hogy az állatoknak a teste mögött nincs olyan lélek, mint amilyen az embernek a teste mögött van, és mivel maga az anyagi, materiális, biológiai test képes arra, hogy ilyen jellegű funkciót hordozzon, ezért olvassuk azt a Prédikátor könyvében, a 3. rész 19. versben, hogy az embernek fiai vége hasonló az oktalan állatok végéhez, és egyenlő végük van azoknak. Amint meghal egyik, úgy meghal a másik, és ugyanazon egy lélek van mindenikben. És itt a héber szöveg a ruha szót használja, amit lélekként fordít Károly. Tehát a test által hordozott lélek megnyilvánulásról van szó. És valóban a biológiai testtel ez a rész, ez elhal, meghal. És ez a különbség, a hasonlóság is, és a különbség is az állatok és az ember között. A hasonlóság az, hogy a biológiai test képes arra, hogy hordozzon értelmet, érzelmet, ösztönt.
De az alapvető különbség az állatok és az emberek között a lélek. Ezért nem lesz egy majomból soha ember, mert van egy nagy különbség a majom és az ember között, ez pedig az Istentől származó lélek. És így hát sok minden okafogyottá válik. Ellenben, hogyha ezt a gondolatkört egy picit tovább visszük, hogy a biológiai test önmagában képes arra, hogy hordozza az életet, hordozzon ösztönt, hordozzon értelmet, hordozzon érzelmet, akkor ugye ez egyben azt is jelenti, hogy ha az ember test, ami ugyanígy ilyen szabályok szerint épül föl, alkalmas arra, hogy hozzá lélek kötődjön, akkor alkalmasnak kell lenni az ettől kevésbé összetett testeknek is arra, hogy hozzájuk lélek kötődjön. Egy logikus feltételezésnek tűnik, és hogyha ezt elkezdjük még tovább könnyűjteni, hogyha egy majom test erre alkalmas, akkor egy birkái is, egy csigái is, és így mehetünk végig, és akkor már egy fa, egy bokor, és egy darab kő is alkalmas lehet arra, mert ugye annyi a különbség, hogy kevésbé összetett a dolog, és eljutottunk a lélekvándorlásnak az alapjáig. Mert hogyha egy testhez képes hozzá kapcsolódni lélek, mert ott van benne a kötődési lehetőség, akkor miért ne tenni meg? És a lélekvándorlás tanának a fejlesztői a maguk idejében nyilván ezzel a tudással ültek le valahol egy sarokban, hogy látták azt, hogy az anyagi test az képes arra, hogy hordozzon életet, hordozzon ösztönt, hordozzon tudatot, hordozzon értelmet, és ezen vonalon gondolkodtak tovább is, hogy ha az embernek van lelke, ami halhatatlan, akkor vajon mit csinál a halhatatlan lélek? Hát miért ne kapcsolódhatna vissza alacsonyabb fejlettségű testekhez? És már meg is született az elmélet, a léleknek a körforgásáról szóló elmélet, amiről mi keresztények ugye nagyon jól tudjuk, hogy nem így van. Maga Jézus tanította arról, hogy hogyan működik a rendszer, a gazdagnak és a Lázárnak a példázatában, ahol nagyon világosan elmondta, hogy az ember halhatatlan lelke, az két helyre kerül, ugye a Bibliában úgy mondta maga Jézus, hogy vagy a Seolba kerül a lélek, vagy pedig az Ábrahám kebelébe kerül a lélek, és nagyon világosan kiderül ebből a történetből, hogy nincs átjárás a két hely között, és nincs visszamászkálás a két helyről, hanem az ott egy meglehetősen lezárt terület, tehát nem foroghat körbe a lélek, és bár a szabály az szépen kirajzolódik, és miért lenne más a szabály, hogyha ugyanannak a szabályrendszernek a tengelyére kell, hogy felfűzzük a teremtett világot, mitől lenne más a működési elv, egy emberi test működési elve és az állati test működési elve, még sincs arról szó, hogy az emberi lélek vissza-vissza tud térni a földre különböző fejlettségű szintű testekhez kapcsolódva. Tehát ez egy vakvágány és tévtanítás, nincs a helyén, és igazából ezzel a bibliai testlélek modellel sem egyeztethető össze, mert az ember teste és az ember lelke tökéletesen összeillik. Most, ha az ember lelkét megpróbálnám mondjuk egy majom lelkéhez, vagy a majom testéhez hozzáilleszteni, akkor már rögtön nem illeszkedne rendesen, és akkor egy csigáról ne is beszéljünk. Tehát ez nem egy működő, képes modell. Azonban az nagyon fontos látni, hogy az embernek a teste és a lelke az szorosan egybe van szerkesztve. Ez talán a legjobb szó a magyar szóra, hogy egybe van szerkesztve. És normál körülmények között ez egyben is marad. Nem válik el egymástól ez a
két rész. Az előző alkalommal a betegségek kapcsán érintettük azt, hogy bizonyos betegségtüneteket tud produkálni a Biblia tanúsága szerint gonosz lelkeknek a hatása. Tehát különböző jelenségeket tud produkálni, és hogyha megnézzük a krisztusi szolgálatot, akkor rengeteg ördögöt űzött. Tehát nem győzött ördögöt űzni, mert állandóan ördöngősöket vittek oda elé. És megbeszéltük, hogy egy gonosz lélek alapvetően nem tud hozzáférni az ember testéhez, mert hogy azt elfoglalja az embernek a lelke. Tehát nem nagyon van helye, hogy hozzáférjen. Olyankor tud hozzáférni, hogyha ez a test-lélek egység valamilyen formában, módon, mértékben megbomlik, erről fogunk mindjárt beszélni, illetve olyankor történhet, hogyha az isteni fennhatóság lekerül az emberről, és ugye az ószövetségi Izraelben, amikor Jézus eljött, akkor hát ugyancsak kint voltak ezek az emberek az isteni fennhatóság alól. És nem túlságosan meglepő, hogy ilyen események zajlottak, és Jézus sem lepődött meg ezen, teljesen természetes módon kezelte. Az ott élő emberek is természetes módon kezelték a jelenséget, tehát tudták, hogy miről van szó, és Jézus is teljesen természetes módon kezelte, csak kitessékelt a démonokat onnan, ahol nekik nem volt túl sok keresni valójuk. Mert van még egy nagyon fontos dolog, mivel az ember Istennek a képviselője itt a materiális világban, a gonosz lelkeknek a megnyilvánulása akkor is lehetővé válik, hogyha erre az ember engedélyt ad. És ez nem mindig tudatos, tehát nem mindig egy olyan cselekvésnek vagy döntésnek a következménye, aminek az ember tudatában van, hogy mit is csinált és mit is döntött. De ugye ezért nagyon fontos az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez, mert a nem látható és a látható az elég erőteljesen el van egymástól választva. Tehát a mi materiális világunk és a nem materiális világ az elég erőteljesen el van választva. Az ember is elég erőteljesen el van választva a nem látható világtól. Nem teljesen, de erőteljesen el van választva. A legelső alkalommal érintettük, hogy ennek az oka, hogy az ember okkal teremtetett, és nem tudja másképp betölteni azt az okot az ember, ami miatt a teremtés történt, csak akkor, hogyha el van választva a nem láthatótól, és ezért vagyunk anyagi világban, anyagi testben. Azonban teljesen nem lehet az embert elzárni a nem láthatótól, mert ugye az van megírva, hogy az Isten lélek, és szükséges, hogy az Istent lélekben imádjuk, másképp nem tudnánk megtenni, hogyha teljesen el lennénk választva attól a részét a világnak. Ennek viszont van még egy másik következménye, az ember döntései ilyen irányú következményeket is hozhat magára. De azt is mondtuk, hogy is azért a betegségek kapcsán érintettük a gonosz lelkek okozta jelenséget, mert nagyon gyakran betegségtünetként jelentkeznek, és nagyon szép példa volt ez, amikor Jézus gyógyított, és azt olvassuk, hogy és felelvén egyes okosságból mondta: Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, kiben néma lélek van, és ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túl, a fogát csikorgatja, és elfogyol. Mondtam hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki mondta: ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok jött hozzám, és hozzám üvék azt, és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre, tajtékot túlván, fetreng vala. És megkérdezi az atyát,
mennyi ideje, hogy ez esett rajta, azt pedig mondta, gyermeksége óta, és gyakorta veti őt tűzbe és vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvél rajtunk. Jézus pedig mondanéki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könyvhullatással mondta, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, mikor látta valahogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan lelket, mondván neki, te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják valahogy meghalt. Jézus pedig megfogva a kezét, fölemeli, és az fölkel. Ez a jelenség halmaz, amit itt látunk, kísértetiesen hasonlít az epilepszia nevű betegségünkre. Az orvostudomány az epilepsziát nagyon jól körülhatároltan ismeri és kezeli. Van mögötte mérhető biológiai eltérés. És akkor mondunk valamit epilepsziának, hogyha ezt meg tudjuk mérni és mögötte van. Ez egyébként az agyműködésben egy eltérés, ami magát a jelenséget, a betegséget fönntartja, és az orvostudomány fönntart egy fogalomkört azokra a jelenségekre, amik úgy néznek ki, mintha epilepsziák lennének, de nem tudjuk mögötte kimutatni ezt a biológiai okot, erre azt mondjuk, hogy epileptiform rosszul ér, tehát az epilepsziához hasonló, és nagyon meglepő, hogy egy gonosz lélek okozta jelenség mennyire le tudja utánozni ezt a fajta betegséget, és miközben arról beszélek, hogy a gonosz lélek akkor tud megnyilvánulni egy ember életében, hogyha a test-lélek egység megbomlik, akkor nagyon szépen összecseng, hogy na is vajon miért egy olyan betegségkép jelenik meg, ami egyébként az agyműködés zavarából fakadó betegség. Következőben szeretnék egy videót bemutatni. Mielőtt elindítom a videót, annyit kell róla tudni, hogy ezt a videót azért tette föl az internetre. Ő egy spiritista egyébként, hogy tetszik szellemidéző, médiumnak mondja önmagát. Azért tette föl a netre, hogy minél többen lássák és megosszák. Nem kevesebbről beszél, mint a szellemidézésnek a veszélyeiről. Most egy olyan ember szájából, aki ezzel foglalkozik, a szellemidézés veszélyeiről szóló intés, az meglehetősen hitelesnek hangzik, és szeretném megmutatni, hogy egy olyan ember, aki ezt megéli és ezzel foglalkozik, az hogyan mutat rá azokra a szabályokra, amikre egyébként mi magunk is rövidesen beszélni fogunk. Mielőtt elnyitom, néhány dolgot előjáróban el kell mondani. Ugye a spiritista világkép az egy picit különbözik a keresztény világképtől, hiszen azért, mert a spiritista világkép az egyrészt nem választja el élesen az anyagot, a matériát a nem láthatótól, másrészt az egész világot egy matéria központú világnak képzeli el, és valahogy úgy, hogy a nem látható világ a materiális világnak a folytatása, csak mi nem látjuk. És ennek megfelelően ugye a materiális világ körül, a materiális világgal érintkezésben folyamatosan vannak lelkek, amit alapvetően nem is különítenek el élesen jó és gonosz lelkekre, jellemzően nem minősítik a lelkeket. És a keresztény világkép az nagyon jól tudja azt, hogy ami látható, a nem láthatóból állott elő. Tehát a világunk az nem matéria központú, hanem nem látható központú. Ennek megfelelően van ugye éles válasza két világrész között, hogyha úgy tetszik. Másrészt pedig ugye ez a feje tetejéről talpára állítja az egészet, mert hogyha nem az anyag, nem a matéria a központ, akkor nem arról van szó, hogy itt keringenek a föld körül mindenféle nem látható lények, és akkor szeretnének velünk kapcsolatba kerülni. Ha szeretnének velünk kapcsolatba kerülni, az
Így van, de nem őszinte érdeklődés céljából szeretnének velünk kapcsolatban kerülni. Hát ahogy említettem, az ember a nem láthatótól teremtésénél fogva nagy részt el van szárva. Ennek van oka és van következménye. A következménye az az, hogy az ember védtelen a nem láthatóban. De ugye itt az anyagban, a matériában vagyunk, az érzékszerveink a matériában működnek, ami az érzékszerveinken túl van, ott meglehetősen kiszolgáltatottak vagyunk, és ne gondolja azt senki, hogy ha itt a matériában nagyon gyakran nem tudjuk azt eldönteni, hogy valami jó vagy rossz, akkor a nem láthatóban meg igen. Tehát teljesen vakon mozog az ember a nem láthatóba, hogyha megpróbál ide betekintést nyerni. Valamennyi betekintés szükséges, ahogy mondtam, ugye a János Evangélium 4. rész 24. versben van megírva, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Hát emiatt nem vagyunk teljesen elzárva, de meglehetősen korlátozott a nem láthatóba való betekintési lehetőségünk és a jogunk. Tehát a két világ között nem szabad az átjárás. Az átjárás alapvetően három módon lehetséges. Az egyik a Szentlélek. Ezért nagyon fontos az, hogy amikor maga az anyagi világ, a matéria teremtetett, amikor Isten teremtette az anyagot, a matériát, akkor azt olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a mélység fölött. Mert Isten lelke nélkül a nem láthatóból nem tud előállni a láthatóban semmi. A másik, ami lehetőséget ad arra, hogy a nem láthatóból a láthatóba bármi bekerüljön, ennek megfelelően isteni engedélyhez kötött. Ezért szólalhatott meg a kígyó az édenben, isteni engedéllyel. Tehát az ne gondolja senki, hogy a kígyó meg a sátán kijátszott az Isten. Ez isteni engedéllyel történt, mert hogyha ez nem történt volna meg, nem kap lehetőséget erre a sátán, akkor joggal mondhatná azt, hogy tehát Isten teremtettél egy embert, beletetted a matériába, de nem engedsz hozzá közel. Akkor hogy akarod azt elhitetni velem, hogy majd ez az ember őszintén és önzetlenül tud téged imádni, amikor engem meg se tud hallgatni. Tehát isteni engedéllyel megtörtént a bűneset. A nem láthatóból a láthatóba, tehát nyilván nem a Szentlélek volt az, aki behozta az eseményeket a nem láthatóból a láthatóba, de isteni engedéllyel történt meg. A másik pedig az ember, mivel az ember Istennek a képe, képviselője itt az anyagban, a matériában, az ember lehet az engedő, az engedélyes, aki lehetővé teszi, és ezért fontos az ember a gonosz lelkek számára, hogy az emberen keresztül be tudják hozni a nem láthatóból a láthatóba mindazt, amit ők szeretnének itt tudni. Most az ember, ahogy mondtam, nincs teljesen elvágva a nem látható világtól, alapvetően két úton tud valaki a nem látható felé nyitni, az Isten szabályait, törvényeit betartva, vagy pedig annak ellenében. És hogyha megnézzük a népmeséinket, nagyon szépen megtanítanak erre, hogy kétféle módon lehet. Ugye az jellegzetes és jellemző dolog, hogy a sárkány szereti elrabolni a királylányokat. És amikor a sárkány elrabolja a királylányt, akkor van nekünk egy Jánosunk, aki oda megy az égig érő fához, ami ugye Istennek a törvényei, fohászkodik, és elindul fölfelé. Tehát Isten szabályai mentén elindul, hogy a sárkánytól visszahozza a királylányt, és ott van egy fehér lófia, aki megfogja, és bemegy egy lyukba, és lemegy az alvilágba, és felküldi a királylányokat, ő meg ott ragad.
Tehát, hogyha valaki nem Isten szabályai szerint fordul nem látható felé, akkor az nagyon könnyen úgy jár, mint fehér lófia. Hogy beragad a jobban, és bár megmenti a királylányt, fel is küldi a három királylányt, na tehát a három kísérő ezt ki is használja, és vitorolja a királylányokat. No, elindítom akkor a felvételt, fölveszem a hangerőt, remélem, hogy hallatszani fog minden belőle. Szellemek idénvel föl kell készülnöd arra, hogy a szellem megjelenik. Az, hogy ki jelenik meg, befolyásolni nem lehet. Legfeljebb hinni lehet abban, hogy az van a közeledben, akire vártál. Ilyesmi azonban elég ritkán szokott előfordulni. A szellemek ugyanis nem kötődnek úgy személyre szólóan az emberekhez, mint hogy az emberek kötődnek a meghalt szeretteikhez. Ja, a világkép is tisztelőleg. Alapvetően a lelki tulajdonságok és a szándék alapján kapcsolódnak. Az vonza hozzád őket, hogy te lehetőséget adsz arra, hogy befolyással legyenek az életedre. Számukra a veled való érintkezés az, hogy a közeledben lehetnek, épp úgy a kíváncsiságon és a tapasztalás utáni vágyon alapul, mint ahogy téged ilyen érzések vezetnek, amikor szellemi érzésbe kezdesz. Lehet, hogy konkrét személlyel akarsz kapcsolatba lépni, de sajnos nem sikerülhet. Nem tudatlanságod és gyakorlatlanságod az oka. Egyszerűen arról van szó, hogy csak azzal kerülhet kapcsolatba, aki a közeledben van. És ahogy a földi világban nem lehet befolyásolnod, hogy ki vonzódjon hozzá, és ki ne, úgy nem lehet befolyásolni a szellemvilágban élőket sem. Annak ellenére, hogy a megszólított lélek nem válaszol, a szellemidézésed mégis sikerrel járhat. Ez nagyon fontos tehát. Tökéletes befogadó vagy. És így megjelenhet a környezetedben valaki más. Szinte bizonyos, hogy olyan valaki, akit életében sosem ismertél. Ennek ellenére mondhat neked olyan információkat a te gondolataid alapján, hogy előbb-utóbb megpróbáljuk beazonosítani, hogy higgyél neki. Hiszen az a célja, hogy benned kötődést alakítson. És ez megint nagyon fontos. Ha tovább haladsz az általad választott úton, akkor egyre több és egyre erőszakosabb szellem jelenik meg a környezetedben. Ugyanis vannak szellemek a Földön, helyesebben a Föld közelében. Ezek olyan többnyire tisztátalan lelkek, akik valami miatt képtelenek elválni az anyagtól, vagyis nem képesek felemelkedni, például az ösztöneik, vagy a bennük lévő negatív érzések miatt. Vannak közöttük rendkívül okosak is, akik nagyon kiválóan értenek a manipulációhoz. A szellemidézés legnagyobb veszélye, amiről nem jönnek az interneten, hogy olyan bizonyságot kap, amelyet hit nélkül nem tudsz lelkileg megfelelően feldolgozni. Márpedig a szellemidézés jó részt olyanok próbálják ki, akik korábban nem is hittek a szellemek létezésében. A szellemidézés valójában nem csupán az úgynevezett asztaltáncolt adást jelenti, hanem minden olyan tevékenységet, amelyben egy ember a saját akaratából, közvetítőn keresztül, például médiumon, rituális tárgyon, vagy rituális technikán keresztül kapcsolatot létesít egy olyan konkrét személlyel, aki nincs testben. Ez alól az eset alól az sem kivétel, amikor egy ember a saját akaratából úgynevezett jó úgy érdekében keres valakit,
például tanulás céljából tesz fel kérdést egy általa nagynak tartott szellemnek, tehát olyan konkrét személynek, akivel ő kapcsolatot kíván létesíteni, kapcsolatot kíván tartani. Annak, aki szellemizéssel foglalkozik, vagy igézéssel igéz, az utóbbi esetben tehát nem egy szellemet, hanem magát a szellemi hatóerőt idézi meg. Ez megint fontos. Ezekkel a következményekkel kell önmaguknak szembenéznie. Érzelmi rehabilitás, súlyos személyiségzavarok, pszichózis, úgynevezett paranoid skizofrénia, mániás depresszió, dührohamok, amelyekben az öntudatlan állapotban levő ember akár egész családját is bemészárolhatja. Szuicid hajlam, rohamszerűen feltörő öngyilkossági kísérletek és késztetések, hallucinációk, epilepsziához hasonló rángó görcs, halálközeli élmények, például a folytogatás átélése, katatónia, illetve teljes szellemi leépülés. Ezek az állapotok különböző súlyossági szinten fordulnak elő. A tünetek kialakulhatnak fokozatosan, vagy hirtelen egyik pillanatról a másikra, látszólag, tehát a környezet számára minden ok nélkül. Megértem, hogy szeretnél átélni valami különlegeset. És neked kell eldönteni, hogy az előbennéhez különlegességeknek a bekövetkeztére szükséged van-e. És olyan megéri el, hogy az általad folytatott kísérlet mindjárt tanulni. Lehet, hogy ezt neked eddig nem mondták, de nem minden oda átról jövő tapasztalat fejezi a személyiségedet. És nem minden spirituális út az égvelé. Viszont minden szellemi idézés sikerül. És ez nagyon fontos. Akkor is így van ez, amikor konkrét eredményt nem tapasztalsz a szertartás közben. Idézéskor legalább egy szellem mindig megjelenik. És jelen marad a te környezetedben. Nagyon szépen elmondta a szabályokat, hogyha az ember engedi, akkor meg tud nyilvánulni az életén gonosz lélek. Volt egy pici összegészesség a világképpen, ez úgy érezhető volt, de ugye keresztényként mi hivatkozunk a Mózes 5. könyvének a tiltására. A 18. rész 10. verstől van egy tételes felsorolás a tekintetben, hogy mi az, ami tilos. És ugye ezek mind szerepelnek ezen a tiltólistán, és hogyha keresztényként kiállunk és azt mondjuk, hogy ez tilos, akkor az emberek azt mondják, hogy na és miért. De ő nagyon szépen elmondta. Tehát ennél hitelesebben elmondani, hogy na és miért tilos ilyen dolgokkal foglalkozni, nem vagyok biztos benne, hogy kereszténytől ennyire hitelesen bárki elfogadja. Ez nagyon helyén van. Nagyon fontos információ volt ebben a kis rövid videóban az igézésnek a fogalma. Ugye azt mondta, hogy az igézés során nem magát a gonosz lelket, hanem a gonosz lélekhez kötődő hatalmat idézi meg az, aki ezzel foglalkozik. És ugye ennettől kezdve megvan, hogy hogyan működik maga az igézés, de az is megvan, hogy hogyan működnek az amulettek, a talizmánok és az egyéb ilyen eszközök. Ugye ahogy rákerül a jel az emberre, a talizmán, az amulett, az egyéb különböző jelek, ez hozza magával az engedélyt, és hozza magával magát a gonosz lelket, nem? De azt a hatalmat, ami mögötte áll, ami a saját jelnek a gonosz lelketnek, az szépen meg fog nyilvánulni az adott emberen, és akkor az átok kérdéskör is nyilvánvalóvá válik, tehát aki átkot
az egy gonosz hatalmat idéz meg az átokkal, és az, hogy egy átok megfogan-e valakin, vagy nem, az azon az emberen múlik, akire az átkot mondják. Nagyon gyakran tudta nélkül. Gondoljunk el egy helyzetet, ahol valaki tesz valamilyen nem túl jót egy másik ember felé. Ahogy az ember ezt megteszi, akkor a lelki ismerete, vagy a lelke legmélye, az megmozdul, mert ahogy olvastuk, ez szövét neki az embernek, és megítéli az embernek a cselekedeteit az isteni lélek, és rögtön megszól az ember lelki ismerete, hogy ez nem jó. Aki ellen a nem jót elkövette az adott életű, ez erre válaszol egy jó kiadós átokkal. Mi történik? Szól a lelki ismerete ennek az embernek, és benne van, hogy hát ő nem jót tett. És a rossznak, a bűnnek, a büntetése az valamilyen fajta büntetés. Tehát ott van benne, hogy ő rosszat tett, és ezért ő méltó arra, hogy ennek valamilyen következménye legyen. És ez már elegendő ahhoz, hogy megnyissa az átok számára a lehetőséget. És az a démoni hatalom, az a gonosz lélek mögött álló hatalom, amit az átokkal megítézett az átkozó, az be tud jönni az életébe. Úgyhogy ő megengedte ezt, mert ugye ott volt a megbocsátatlanság, tehát ő nem ment el bocsánatot kérni, benne maradt az életében, és anélkül, hogy tudna róla, megnyílt az út arra, hogy az átok kiteljesedjen az ő életén. Tehát ennyire apró dolgokon múlhat az, hogy egy ember életében hogyan tud megjelenni, illetve megnyilvánulni egy gonosz lélek. És ami nagyon megdöbbentő volt még ebben a videóban, hogy mennyire színesen leírta azokat az egyébként pszichiátriai kórképeket, amiknek csak egy része mögött van valódi materiális ok, a másik része mögött nincs. Nagyon szépen látható belőle a törvény, hogy ahogy széthúzódik a test és a lélek egység, azonnal vannak megnyilvánulások, lehetnek megnyilvánulások. És akkor ezen a vonalon, hogyha egy picit tovább mozdulunk, akkor nézzük meg, hogy mik azok, amikkel hatást lehet gyakorolni a test-lélek egységre. A legelső és legkézen foghatóbb csoport, ezek a tudatmódosító szerek, nagyon sokféle tudatmódosító szer van a világban, és ezek különböző módon hatnak egyébként az agynak a működésére, és ahogy ugye korábban már beszéltük, az értelmünk és az érzelmünk mögött, hogyha jön ezt a lapot megnézzük, akkor ott van a nem láthatóban az ember lényegét hordozó lélek. És annyi történik ezeknek az eszközöknek a használatával, hogy megváltozik a lélek kifejeződési lehetősége az anyagban, a matériában. Ennek az lesz a következménye, hogy az esetek egy részében a tudat az kitágul, ezért hívják tudattágító szereknek, és az embernek lesznek nem anyagi élményei. Jobban belelát a nem láthatóba, tehát lesznek hallucinációi, lesznek látomásai, lesznek olyan megélései, amik egyébként normál körülmények között nincsenek, és hát ezért tiltják a törvények ezeket a készítményeket, mert veszélyesek. Tehát azért józan paraszt észszel minden ember fel tudja fogni, hogy ezeknek a szereknek a használata, ez rendkívül veszélyes, és hát addig, amíg csak a törzsi sámán használja, addig az egy ember, de onnantól kezdve, hogy tömegével elkezdik az emberek ezt használni, akkor egy idő után megtelnek a pszichiátriák, mert hogy hová fog vezetni ez az egész, előbb-utóbb olyan betegségeknek, olyan jeleknek a megjelenéséhez, ami már a
a pszichiátriai kezeléskörbe tartozik. Két dolgot szeretnék egy picit jobban körbejárni, az alkohol kérdést és a dohány kérdést. Ugye mind a két anyagot nagyon elterjedten használja a mai világ. Az alkohol az nem újdonság, ugye Noénál már találkozunk az alkoholnak a hatásának a leírásával, de hogyha tovább nézzük az Ószövetségi írásokat, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon fontos dolog volt a bor, ami ugye az alkoholnak a hordozója, a megtestesítése volt a legelterjedtebb megtestesülés abban az időben. De a mindennapi áldozatok mellett, tehát a reggeli, esteli áldozatok mellett volt egy rendszeresített áldozati forma, ez az étel áldozat volt, amihez szorosan hozzákapcsolódott az ital áldozat is. Ez a közösségi áldozat volt. Amikor vitte valaki az áldozatot, akkor a papok ennek az áldozatnak egy részét elégették az oltáron, egy meglepően pici részét egyébként. A többi részét pedig azt mondja a szabályzat, az Ószövetségben olvasható szabályzat, hogy a papoknak a szentélyben mi kellett tenniük. Tehát étel és ital a közösséget gyakoroltak magában az Istennel. Tehát az alkoholnak volt egy szakrális vonatkozása. És hogyha megnézzük magának az alkoholnak a hatását, kis mennyiségű alkohol már átalakítja az embernek az agyműködését. És ugye azt mondják, hogy kis mennyiségű alkohol felszabadultá teszi az ember. Mi történik? Egyszerűen annyi történik, hogy a materiális test által alkotott korlátok föllazulnak, és a léleknek a kifejeződése szabadabbá válik. Ezért mondja a latin azt, hogy in vino veritas, borban az igazság, és nagyon érdekes, hogy a veritas szó nem csak igazságot jelent, hanem precizitást, pontosságot is. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy in vino veritas, akkor itt az igazság mellett szerepel az is, hogy akkor lehet valakiről pontos képet alkotni, hogyha megiszik egy pohár bort. Mert úgy fogja a agyműködését átalakítani, hogy a lelkülete fog megjelenni a beszélgetés során, és ezért van az, hogy az italközösség az egy különleges része az emberi kapcsolatoknak, amiben a magyar hagyományok fölöttébb előjárnak, tehát az italközösségnek a gyakorlása az a magyar kultúrában talán a legerősebb a környező országok között, mert szorosabbra fűzi a kapcsolatot az emberek között. Egyszerűen azért, mert ahogy korábban beszéltük, amikor az ember szól, akkor a beszéd az a lélekből fakad. Ugye a nem láthatóból áll elő a láthatóba, szívből szól, ahogy Jézus is tanított róla, a szív teljességéből szól a száj, és nem azt fertőzteti meg az embert, ami a száján kijön, hanem ami a szívébe, ami a száján bemegy, hanem a száján kijön, ami a szívéből hatol az embernek. Tehát amit az egyik ember lélekből gond, az a másik ember lelkében fog megjelenni. És hogyha alkohollal ennek szabadabb utat engedünk, akkor a lélektől lélekig szóló beszéd sokkal mélyebb lesz, mint hogyha csak beszélgetünk. Ezért van az alkoholnak, az alkoholfogyasztásnak egy szakrális vonzata. Hogyha valaki több alkoholt iszik az ideálisnál, akkor még jobban megváltozik az agyműködése, és egyszerűen elkezd széthúzódni a testlélek kapcsolat. És abban a pillanatban, hogy testlélek kapcsolat széthúzódik, azonnal lehetőség van arra, hogy a nem láthatóból olyan dolog jöjjön a láthatóba, ami nem az ember lelkéből fakad, nem a saját lelkéből fakad. Ezért van az, hogy a lerészegedő emberek teljes egészében ki tudnak fordulni önmagukból.
teljesen másképp tudnak viselkedni, mint ami egyébként az ő lelkületük. Mert onnantól kezdve már nem az ő lelkük az, aki megnyilvánul a matériában, hanem meg tudnak nyilvánulni akár gonosz lelkik is, és hogyha ezt egy picit tovább gondoljuk, akkor meg fogjuk érteni, hogy vajon miért olyan nehéz az alkoholról, mint szokásról, mint megkötözöttségről, mint adságról lemondani és ebből kijönni. Hát, hogyha oda gyűlnek, mint ahogy az előző kis filmecskében láttuk, oda gyűlnek a gonosz lelkek arra a helyre, ahol ők meg tudnak nyilvánulni a nem láthatóból a láthatóba, akkor ők foggal, körömmel ragaszkodnak a lehetőséghez. És hogyha van egy ember, aki minden nap olyan részegre vissza magát, hogy rajta keresztül meg tudnak nyilvánulni a nem láthatóból, akkor ők sarkalni fogják, hogy holnap és holnap után is és azután is nem fogják engedni az embert. És ugye testileg, mert testi függőséget, tehát materiális anyagi függőséget is okoz az alkohol, abból viszonylag könnyen ki lehet kerülni, de ebből az ösztökélésből, ami ugye jön a nem látható felől, és állandóan ösztökéri a pohár felé az embert, ebből nagyon nehéz. És ezért van az, hogy ezek az emberek, hogyha újra alkoholiznak, akkor nincs megállás, összeborult minden. Mert ott az életükben volt egy időszak, amikor ezt megengedték, és szépen fönn vannak a listán, hogy számon tartják, hogy ott lehetséges, és abban a pillanatban, ahogy legközelebb is engedi, ő maga se tudja, hogy megengedte gonosz lelkeknek, hogy megnyilvánuljon a nem láthatóból, de az ő döntése az, hogy már megint lerészegedett, az fogja megadni a lehetőséget arra, és nyilván ezt meg nagyon szeretik megtartani ezek a lények. A dohány egy másik kérdés. Az a dohány, amit mi használunk, az egy alfaja annak a dohánynövénynek, amit egyébként az észak-amerikai indiánok használtak. Lényegesen több a nikotin abban a dohánynövényben, amit mi használunk. Az észak-amerikai indiánok, hogy tetszik, akkor ennek egy alfaját használták, és egy olyan dohánykeveréket állítottak össze, különböző helyeken, területeken különböző egyéb növényekkel egészítették ki, amik kiegészítették, illetve fokozták ennek a hatását. Amire ők használták, az egy szakrális eszköz volt, ugye a békepipa az mindenkinek gondolom ismerős, Carmel regényeiben nagyon sokszor előfordult a békepipa. Az a tudás, ami hozzá kapcsolódott, az volt, hogy ha valaki a békepipa füstjével beszél, akkor a lelke legmélyebb nyilvánul meg. És azért volt békepipa, mert ugye ezek az indiánok állandóan püfölték ott egymást, még a fehérek se kellettek hozzá, anélkül is püfölték egymást, és amikor békét kötöttek, akkor egyik se hitt el a másiknak, hogy komolyan gondolta. De hogyha a lelke mélyéből szól, akkor annak igaznak kell lenni, mert az ember lelkének a legmélye, az jó. És ez volt a cél a magával, a békepipával, hogy lehetőséget adjanak a lélek legmélyének a kifejeződésére, és ezért volt a szokás, hogy szívták, kifújták négy égtáj, utána szívtak még egyet, és úgy beszéltek, hogy közben fújták ki a füstöt, tehát a füstöt beszélték ki magukból, tehát szakrális volt az eszköz, amit használtak, erre jött a fehér ember, és csinált belőle egy divatot, ami viszont megint veszélyes, mert függőséget okoz. Olyan mértékben függőséget okoz, hogy egyetlen egy szál cigaretta elszívása kimutathatóan megváltoztatja az idegrendszernek, az agynak a működését, ami egy fél éven keresztül fennáll. Kimutathatóan fennáll. És ezért van az, hogy ha valaki le akar szokni a dohányzásról, akkor azt mondják neki, hogy akkor szokott le a dohányzásról, hogyha legalább fél évig nem gyújtott rá. Ahogy rágyújtak egyetlen egy szálra is,
újraindul a fél év. Tehát ennyire erőteljes hatással van a dohány, illetve a dohány használata az ember, és teljesen mindegy, hogy ezt elrágja, vagy pedig elfüstöli, ugyanúgy bekerülje az embernek a szervezetébe, és átalakítja az agynak a működését. Ami természetesen ugyanúgy, mint az alkoholnál, a szervezet megpróbál ellensúlyozni. Mert ha valaki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor az alkohol lebontó rendszer az nagyobb hatékonysággal kezd el működni. Minél többet iszik, annál hatékonyabb a lebontó rendszer. Tehát nagyon jól meg van szerkesztve a rendszer. Van egy rövid időszak, amit engedélyez az alkohol hatásnak, utána lebomlik és elmúlik. Ez az az időszak, amik italközösségben van az egyik ember a másikkal. Ellenben, hogyha valaki ezt elkezdi túlzásba vinni, akkor egy darabig nem engedi túllépni, aztán utána, amikor már kimeríti a szervezet tartalékait az alkoholista, akkor meg már összeborul minden, akkor feje tetejére áll az egész, de alapvetően van egy biológiai fék gát is beépítve a tekintetben, hogy ezt ne vigyék túlzásba. És hasonlóan a dohányzásnál, hogyha valaki nagyobb mennyiségű nikotint visz be, akkor fizikailag rosszul lesz tőle. Szédül hány, ingerül lesz hány, ellenben, hogyha folyamatosan visz be nikotint, akkor ugyanúgy hozzászokik, ellensúlyozza a szervezete a nikotin hatást, és ugye egyre több nikotint kell bevinni ahhoz, hogy ugyanazt a hatást kifejtse, és így lehet bele süllyedni egy láncdohányzásba, és így lehet bele süllyedni egy alkoholizmusban, hogy a szervezet próbálja ellensúlyozni, az ember döntése meg szószoros értelemben, hogyha alkoholról van szó, az ember döntése pedig ellen dolgozik a saját védelmi rendszerének. Különböző fizikális hatások is szét tudják választani a testlélek egységet. Szintén az észak-amerikai indiánoknál volt szokás az iszasztókamra. Azt csinálták, hogy csináltak egy sátrat, jól leszigetelték mindenhonnan, aztán beültek jó sokan, és elkezdtek tüzelni, és nagyon melegre fölhevítették ezt a sátort, ugye fogyott a levegő, nagyon meleg lett, és ugye az extrém fizikai hatás egy idő után azt eredményezi, hogy elkezd szétcsúszni az embernek a testélek egysége, egyensúlya, és ebben az állapotban különböző látomásaik voltak, szellemekkel találkoztak, szellemekkel társalogtak, illetve kaptak kijelentést szellemettől, és ugyanezt a cél szolgálta az ifjú harcosok névszerző vándorlása, amikor felküldték őket egy magas hegyre, egy szál ágyékkötőben, élelem meg víz nélkül, étlen szomjon hidegben, tehát extrém fizikai megterhelésnek van kitéve, és ami látomást ott látott, azzal a látomással ment vissza a törzsi varázslóhoz, és abban a látomásban volt az ő harcos neve benne. És ez volt a névszerző vándorlás. Hogyha valaki kezd kihűlni, akkor ugyanúgy széthúzódik, szétcsúszik a testélek egység, egyensúly, és ezért van az, hogy a kihűlés előtt az emberek látomásokat látnak, álomszerű állapotba kerülnek, ugye ez már nagyon a vége, vagy határa az élet és a halálnak, hogyha erre a határa viszik a testet, akkor nagyon csúnyán szét tud ez csúszni. Három dolgot írtam még ide, Csikung, Tajcsicsian és Jóga. Ezeknek a technikáknak a célja az, hogy megcélozzák a testléleknek a kapcsolódását. Ezek kínai technikák, a Csikung és a Tajcsicsian, változó népszerűségnek örvendenek, időnként van föllendülése, utána felvetésbe merül, hogyha az ember tévét néz, akkor néhány ember parkokban ilyen lassú mozgásokat csinál, akkor erről van szó. Tehát ennek egyértelműen, és nem is titkoltan az a célja, hogy
hogy a test és a lélek egységére koncentráljon, és mozgassa meg magát ezt a kapcsolatot, és maga a jóga is ezt célozza meg. A jóga torna, hogyha úgy tetszik, a jóga testhelyzetek, amik egyszerűbb testhelyzetekkel indulnak, majd egyre kifacsartabb és az élettanitól eltérő testhelyzetek következnek, tehát szélsőséges pozícióba hozza a testet, aminek az eredeti célja az, hogy a testlélek kapcsolódást mozgassa és frissítse, ellenben van egy csúnya mellékhatása, a tudatot rányitja a testre, mert ugye magára a testre kell koncentrálni, és hogyha megnézzük a kis ábránkat, akkor azt fogjuk látni, hogy ha elindulunk a test irányába, a nyílunk a tudat alattiba, akkor a másik oldalon, ott van a nem látható, ott van a láthatatlan lélek. Hát át lehet kukucskálni a másik oldalra, ami, ahogy a kisfilmben is hallottuk, nem veszélytelen dolog átkukucskálni a másik oldalra. Tehát itt van a vége. És akkor, amikor a keresztény egyházak elkezdenek ilyen dolgokat tiltani, különösebb magyarázat nélkül, ugye hivatkoznak a Mózes 5. könyvének 18. rész 10. versétől felsoroltakra, ahol nem szerepel a jóga. Tehát a felsorolásban nincs benne a jóga, de mégis tiltják a keresztény egyházak, és ebben azért elég nagy egység van a keresztény egyházak között, hogy ezeket a dolgokat nem nézik jó szemmel, és nem ajánlják a híveknek. Na, ez a magyarázat, ami hiányzik a tiltás mögül, mert mi magával a jogával fogunk egy picit bővebben foglalkozni. Egy nagyon érdekes dolgot tettem, csak érdekességképpen a szendelverést. Nagyanyáink ismerik a jelenséget. Ugye ez az újszülött, illetve fiatal kisdet korra jellemző jelenség, hogyha valaki olyan nézi meg a gyereket, aki hát nem kellene, hogy megnézze, nagyjából két hétig pokollá válik a szülőknek az élete, mert se éjjel, se nappal annyira nyűgös lesz a gyerek, és ordít, visít, és megvigasztalhatatlan, és borzasztó. És ahhoz, hogy megértsük a szemmelverést, ahhoz azt kell tudni, hogy amikor az ember megszületik, akkor az agya az még nagyon sok fejlődés előtt áll. Tehát a testnek és a léleknek a kapcsolódása az még nem végleges. Egy meglehetősen labilis kapcsolódásról van itt még szó. Az első három évben az agyi kapcsolatok teljesen átrendeződnek, ezt tudjuk materiális vizsgálatokból, gyakorlatilag lecserélődik a kapcsolatrendszere az agynak úgy, ahogy van, és ezért van az, hogy három éves korunk előttről gyakorlatilag nincs élményünk. Egy-egy élményfoszlány lehet, de gyakorlatilag nincsen élményünk. Ugye maga a kapcsolódás, a testlélek kapcsolódás átrendeződik ez idő alatt, tehát itt van egy pici labilitás ebben, és hogyha egy olyan behatás írja a gyereket, ugye ez egy fizikai behatás, oda megy, behajol a babakocsiba, és jól megbízi magának az illető nem kívánt látogató, hogy egy picit szétbomlik ez az egyébként labilis egyensúly, és ami érdekes, ennek a szemlevelésnek ugye fizikális oka van, fizikális elindítója van, a helyreállítás is fizikálisan történik, orvosi tisztes műteával kell helyreállítani. Tehát van fizikai megoldás a fizikai elindításra. Orvosi tisztes mű. Az, ami helyreállítja, és a nagyanyáink ezt tudják, hogy szemmelverésre orvosi tisztes fűtea kell, és akkor az ember gondolkodik, hogy jó, és akkor a szemmelverés az most valami szellemi, vagy mégis azt gondolná az ember, hogy szellemi, és akkor hogy van az, hogy egy gyógytea ezt elrendezi? Hát úgy van, hogy nem, ez egy fizikai behatás, ami éri a gyereket, ugye egy vizuális, egy képi
egy látható behatás, egy picit szétcsúszik a gyerek, ahogy manapság mondanák, de van egy gyógynövény, ami ezt szépen helyre tudja billenteni. A hipnózis ugye megint egy nagyon kényes kérdés. A keresztény egyházak alapból tiltják a hipnózist, nagyon erős ellenállás van a keresztény egyházakban a hipnózis ellen, miközben a modern orvoslás, ami alapvetően materiális orvoslás, az pedig használja. És azt mondja, hogy nincs ezzel semmi gond. Most, hogyha valami biztosan széthúzza a testlélek egységét, akkor az bizony a hipnózis. Az olyan, mintha meghekkelnénk a rendszert. Annyi történik a hipnózissal, hogy ugye van a materiális testünk, van az agyunk. Minden, ami bekerül a tudatba és eléri a lelket, az átkerül ennek a materiális agynak a szűrőjén. Tehát egy szűrt, feldolgozott információ kerül be, ennek megfelelően a nem láthatóban székelő lélek úgy van vele, hogy ami ezen keresztül jön, az rendben van, mert már megszűrte a materiális világból érkező materiális eszköz, az agyunk feldolgozta ezeket az információkat, és el lehet fogadni. Ami átjött a szűrőn, azt el lehet fogadni. A hipnózis kikapcsolja ezt a szűrőt. Ennyi történik, hogy az agyi materiális szűrőt kikapcsolja a hipnózis, és ami bekerül, közvetlenül a lélekre hat. És ugye a szív teljességéből szóló száj, a lélekből szóló szájnak a terméke, az szűrés nélkül bekerül közvetlenül a lélekhez, és ezért van az, hogyha a hipnózisban azt mondják egy embernek, hogy forró a szék a feneke alatt, akkor föl fog pattanni, hogy igen, forró a szék. Mert hiányzik a materiális szűrő, kikerül a materiális szűrő, ennek megfelelően visszafelé is igaz, tehát a lélek felül is úgy lehet információkat hozni, hogy nem kerül át az anyagi szűrőn, a materiális agyi szűrőn, és így hozzá lehet jutni olyan információkhoz, amit egyébként nem tudna akár föl sem idézni az ember, mert maga az agyi szűrő visszafelé is megszűri a dolgot, nem csak odafelé, és a lélek felől nem tud az anyagban kifejeződni egy adott tudás, egy adott információ, különböző okokból kifolyólag, és emiatt a lélek gyógyászatban, vagy a pszichiátriában egy jól használható eszköz, mert olyan dolgokra lehet így fényteríteni, amit akármennyi beszélgetés után sem tudna meg soha a gyógyítást végző doktor, de ugyanakkor ott van benne a veszélynek a lehetősége, és nem maga az eljárás veszélyes, hanem az a lehetőség, ami benne van, hogy ezzel bizony pórul is lehet járni. És hogyha nem megfelelő módon vezetett, nem megfelelő szakember által végzett, vagy félrecsúszott hipnózisról van szó, annak lehetnek csúnya következményei, és akkor, amikor a keresztény egyházak alapból tiltják a hipnózist, akkor itt a magyarázat, hogy mi az oka annak, hogy a hipnózistól óckodnak azok az emberek, akik a bibliai testlélek modellben gondolkodva szemlélik a világot, mert bizony ezzel lehet nagyon sok gond is. Nem azt jelenti, hogy ha valakin hipnózist végeztek, akkor ott kész vége, elveszett minden, és olyan visszafordíthatatlan dolgok történtek, amik jaj, hanem azt jelenti, hogy lehetnek gondok, és ugye azt mondja az írás, hogy ami jó, azt megtartsátok, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Tehát az Istent ne kísértsük. És vannak olyan dolgok, amiket nem teszünk meg, mert azt mondjuk, hogy nem kísértjük az Istent. Ugye a tizedikről sem ugrunk le bízva abban, hogy a nyolcadikon fönnakadunk, hanem használjuk a liftet.
és ennek megfelelően, ami veszélyes lehet, attól picit óckodunk, és a meditációs technikák, fogunk erről is még bővebben beszélni, megint csak azt célozzák meg, hogy széthúzzák a testléleknek az egységét, így lehet ugye jobban belenézni a testbe, illetve jobban belenézni a nem láthatóba, és vannak olyan betegségek, ahogy a kisfilmben is hallottuk, amik azért tudnak kialakulni, mert megváltozik az embernek az a működése, és ebből fakadóan a testlélek egység, a testlélek egyensúly eltúlódik, és a skizofrénia például egy jellegzetesen ilyen betegség, egy skizofréniás rohamban olyan mértékben át tud kerülni az ember a másik oldalára, hogy miközben érzékeli a környezetét, nem ismeri föl, és nagyon komoly rémségeknek a látásáról számolnak be azok az emberek, akik gyógyszeres kezelés mellett, ahogy áll helyre az agyműködésük, visszakerülnek a normál kerékvágásba, tehát az nagyon csúnyán széthúzza a testléleknek az egységét, és ezeknek a betegségnek a hátterében most már egyre inkább tudott agyműködési anyagcsere eltérés van, tehát tudjuk, hogy mi az a materiális ok, ami okozza, és ennek megfelelően gyógyszeresen egyre jobban tudjuk kezelni. Tehát, hogyha valaki skizofréniában szenved, az nem feltétlenül ördögtől való, de hogy a kisfilmben láttuk, hogy ilyen jel és tünet lehet az akkor, hogyha valaki a szellemekkel suttog. Hát a kis skizofrén az nem feltétlenül szellemekkel suttog. De azt például tudjuk, hogy ha valaki alkoholista, akkor annál nagy valószínűséggel meg tud jelenni epilepszia, meg tud jelenni skizofrénia és különböző egyébként pszichiátriai betegség. Tehát az agyműködésnek a zavara, az eltolódása, az hozza magával mindazt, amivel jár. És akkor nézzünk egy picit mélyebbre. Az érzéki vagy testi test, a materiális test, ahogy mondtam, szorosan kapcsolódik a lelki testhez, a lélekhez. Azért mondom a lelki testet, mert ugye az új szövetségből, ahogy idéztünk a legelső alkalmon, ezt a szót használja. Károly nem is nagyon változtatta meg a görögöt, lelki testnek fordítja, ami tulajdonképpen egy nagyon jó szó, csak ugye a magyar nyelvben nem nagyon illik bele, mert a magyar nyelv a lelket tekinti az ember nem látható részének, de egy jó szó alapvetően a lelki test. Azért tettem egymás mellé a jogát meg az akupunktúrát, mert szemben láthatóan egy tőről fakad. Hogyha megnézünk egy jogával foglalkozó könyvet, a legelső oldalakon ki fogja jutni a szemünket egy ilyen ábra, ahol csakrákat látunk felrajzolva az emberre, és hát a legtöbb könyvben egy ilyen kis köröket, azt is jelenti egyébként, gyűrűt jelent a csakra, de hogyha valaki mélyebben foglalkozik jogával, akkor ilyet is fog találni, hogy tulajdonképpen ez a csakra, ez nem egy-egy kör az embernek a melkosán meg a homlokán, hanem ez egy összetett rendszer, és ami érdekes, hogy feltűnnek benne a színek. Múlt alkalommal beszéltünk a sárga-zöld-lila színről. Ugye a sárga a testhez társított színünk, mert sár az, ugye sárból volt, és ennek megfelelően sárga. A lila ugye a lélekhez, mert lélek az, lila. És hát a zöld pedig ugye az érzelmeknek a színe. Most ez nem azt jelenti, hogy a magyar nyelv okult, hanem egy dolgot jelent, hogy itt egy olyan tudásról van szó, amikor valamikor egyben volt. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor azt olvassuk, hogy ültetett egy kertet, és nevelt mindenféle fát. Ugye ott állt az ember, és nézte az ültetést, meg a nevelést. Amikor ez megvolt, akkor Isten odavitt mindenféle állatot megformált porból, és odavitte az emberhez. Ugye nem élő állatokban szólt, porból megformálta az állatot, szétszedhette, megnézhette, és mindegyiknek nevet adott, az szerint, hogy milyennek találta az adott állatot,
volt ott négy folyó, volt arany, volt szafír, volt ónix, tehát geológiát is nagyon bőséggel megtanulta. A lényeg az, hogy nyilvánvaló Isten nem dobta oda az embert a teremtett világba, hogy boldoguljon, ahogy tud, hanem fölkészítette a teremtett világ használatára. Nyilván Ádám ki is hozta ezt a tudást az Édenből, és adta tovább generáció, egyik generáció másiknak, és hogy megnézzük Matuzsálemet, ugye ő a leghosszabb ideig élt ember, akiről tudunk, ő legalább 100 évet együtt élt Ádámmal, talán kettőt is, és 100 évet együtt élt Noéval, meg a fiaival. Vagyis amikor Noé a bárkából kijött, a fiaival és az ő feleségeivel, akkor gyakorlatilag ugyanaz a tudás a kezükben volt, ami Ádámé volt. És ugyan utána nem túl sokkal jött Bábel, ahol még mindig egyben volt ez a tudás, és Bábelnél, ahogy a nyelvek összezavarodtak, maga a tudás is földarabolódott és szétoszlott az egyes nyelvek és népek között, és a magyar nyelvben benne maradt a tudás a nyelvben. Az indiaiak még vitték a kis tudás csomagjukat, és elkezdtek abból építkezni, amit vittek magukkal. És tudták azt, hogy a test és a lélek össze van kapcsolva, és a test és a léleknek a kapcsolatát azt meg lehet élni. Természetesen meg lehet élni, és akkor, amikor a jógával elkezdtek foglalkozni, akkor az volt a céljuk, hogy ezt a test-lélek kapcsolatot megéljék, hogy ezt a egészség megtartó célval használják, ami egy jó gondolat, természetesen, hogy ezt folytassuk, és akkor, amikor az ember a testének a működését éli meg, akkor ugye az Isten által teremtett szabályokat éli meg, ami pedig Isten igéjéből fakad, tehát tulajdonképpen a léleknek a tápláléka alapvetően ez egy jó gondolat. És nézzük meg, hogy mi a hiba. Hogyha megnézzük a kis papírkánkat, amit kihoztottam, akkor az alapvető hiba egyértelműen látszik. Tehát rossz a modell, amit használnak. Nem jó testlélek modellt használnak, elhatották. Pontosabban keveset tudtak ahhoz, hogy a megfelelő testlélek modellt használják. Ennek megfelelően, hogyha egy modell, amit használnak, nem jó, akkor egy része működik, ami jó, az működik, de ahogy olyan részét kezdi el használni a modellnek, ami már nem jó, az elkezd rosszul működni. És ez a veszély a jogában. Hogy nem jó modellt használ, és ennek megfelelően, hogyha valaki egy nem is túl messze menő szintet kell elérni a jóga gyakorlásban, már veszélybe kerül. Mert nem úgy működik a rendszer, ahogy ők gondolják, és mennek az szerint, ahogy ők gondolják a működést, és mennek félre. És nem is veszik észre. És ugye pontosan ez a gond, hogy mivel a testélek egységet célozza meg maga a jóga, mind tevékenység, mind meditációs tevékenység, ezért legalább olyan veszélynek van kitéve egy jogázó, mint hogyha valaki hipnózisban vesz részt. És egy darabig valószínűleg semmi gond nincs. De ott a veszély, hogy bármikor, és nem tudja, hogy mikor. És mivel ő maga sem tudja, hogy mikor és mi volt az, ami az életébe olyan dolgot hozott be, ami nem kívánatos, nem is veszi észre, csak éli azt az életet, amit választott, és maga sem tudja, hogy oktalanul él, ahogy ugye múltkorában beszéltük, és az oktalanul élő embernek az élete, hát az megy arra, amerre megy. És hogyha megnézzük az akupunktúrát, akkor pont ugyanazokat a pöttyöket fogjuk látni az akupunktúrás ábrán, mint amit a jóga ábrán látunk. Egytőről fakad a kettő egyértelmű. Annyi a különbség, hogy itt nem megélni akarják a testléleknek a kapcsolatot, hanem befolyásolni a testlélek kapcsolatot. És ahogy ugye a testnek és a test működésének van ritmusa,
Ennek megfelelően a testileg kapcsolat is ritmus szerint változik, és mindig máshol lehet hozzányúlni, befolyásolni ezt a testileg kapcsolatot, és akkor, amikor beszúrják a tűket, akkor semmi más nem történik, mint az, hogy a testileg kapcsolatot befolyásolják egy fizikai ráhatással. Ami alapvetően megint nem egy rossz gondolat, mert hogyha pontosan ismerjük, hogy ez hogyan működik, akkor pozitívan tudjuk ezt használni. De a veszély ugyanaz, mint a jogánál, hogy rossz a szisztéma, amit használnak. Rossz a modell, amit használnak, és egy darabig működik, vannak dolgok, amik működnek, addig, amíg annyit használ belőle, ami a modellből jó, addig eredményei vannak, addig jó, és ahogy ezen túlép, és elkezdi azt a részét használni a modellnek, ami már nem jó, onnantól kezdve pedig már nagyon csúnyán lehet ártani, és akik akupunktúrával foglalkoznak, azok nagyon jól tudják, hogy akupunktúrával lehet ártani. Tehát, hogyha valaki azt mondja magáról, hogy ő akupunktúrás gyógyító, és hogy ez biztonságos, és semmi baj nem lehet, az tudatlan. Az vagy hazudik, vagy tudatlan. Mindenki, aki mélyebben foglalkozik akupunktúrával, nagyon jól tudja, hogy veszélyes tud lenni az akupunktúra, és a tudatlanság a legnagyobb veszély egyébként. És ebben a rendszerben egy bizonyos szint után már nem is működhet jól az akupunktúra, és ezért van az, hogy nem csodaszer. Mint ahogy a jóga sem csodaszer, nem menti meg az embert a jóga sem, nem menti meg a akupunktúra sem, mert az a modell, amit mögötte használnak, az nem jó. És pontosan azért tudnak eredményeket elérni, mert egy része jó ennek a modellnek, és maga az elképzelés és az indítatás is egyébként jó és működőképes, de abban a pillanatban, hogy már olyan részét használja a modellnek, ami nem működik, veszélyes, és pont ugyanolyan veszélyt lép magában, mint a jóga, mint a hipnózis, tehát a test-lélek kapcsolatban adó dolgokkal csinyán kell bánni, és komolyan kell venni. És akkor, amikor a keresztény egyházak tiltják a jogát, tiltják az akupunktúrát, akkor ezt a veszélyt tudják mögötte, hogy ez egy olyan dolog, ami veszélyes lehet. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki akupunktúrás kezelést csináltam, akkor azonnal összedőlt a világ, és nagyon nagy probléma van. De nagyon komoly veszélynek lehet kitéve, és ő maga sem tudja, sőt, nagyon gyakran az, aki gyakorolja az akupunktúrát, az sem tudja, hogy milyen veszélynek teszi ki a másik ember, és ezért van az, hogy ezeket kategórikusan a keresztény egyházak beutasítják, és azt mondják, hogy ez nem veszélyes. Ne kísértsük az Istent természetesen, és maradjunk azon a vonalon, ami biztonságos, és Istentől való, és ahogy mondtam, a nem látható felé Isten szabályai szerint is el lehet jutni, meg annak ellenében is. Csak nem mindegy, hogy az ember a fán megy fölfelé, vagy a jobban megy lefelé. És a jobban nem érdemes bebújni, mert ott csak gond adódik. És akkor egy dolog van, amiről még néhány szót szeretnék beszélni, a buddhista meditáció. A buddhizmusnak nagyon fontos részét képezi a lélekvándorlásnak a kérdés, amit érintettünk. És amit meg szeretnék mutatni, az igazából egy pici elrettentés, hogy mekkora megmutatom a képet. Nem túl régen röppentek fel Sinorban híradások és képek, hogy buddhista szerzetes múmiákat találnak. Volt olyan buddhista szerzetes mumia, amit például egy aranyjal bevont buddha szobor belsejében találtak meg röntgen technikával, ebben a meditációs helyzetben, és akkor jön a Dalai Láma, illetve a Dalai Lámának az orvosa, aki azt mondja, hogy kérem szépen, ezen mi nem lepődünk meg buddhisták, ez semmi különös. Azt mondja, hogy volt lehetőségem gondoskodni néhány szerzetesről, aki eljutott a tukdam állapotába.
Ha egy személy képes fenntartani ezt az állapotot 3 hétig, ami nagyon ritkán történik meg, akkor a teste lassan összeveszik, és a végén csak hajak, körmök és a ruhája marad vissza. Semmi meglepődés nem mutatkozott a buddhistákban, hogy ilyet látnak. És hát mit csinál a buddhista meditáció? A test-lélek kapcsolatra fókuszál rá. És hogyha elővesszük a modellünket, hogy mi is történik, ugye látjuk az értelmet és a pszichét, a rációt, itt fönn ezt éli meg a szemben, ami minden napjainkat ebben éljük meg, mögötte ugye ott van a halhatatlan lélek, de ugyanez a lélek elleveníti a testet, ugyanez a lélek, ugye a nefes és a ruach, ami ott van, és mit csinál egy ilyen ember, miközben 3 hétig fönntartja azt az állapotot, amivel tudatosan rá koncentrál erre a testlélek kapcsolatra, megfogja ezt a testlélek kapcsolatot, és innen szépen alulról elkezdi széthúzni. És a tudata a legvégéig megmarad. Ilyen húzza szét, és teljesen széthúzza. És marad az anyag a matéria, úgy, ahogy a Beri Gelsing buddhista tanára, a Dalai Láma orvosa mondja, hogy lassan összeaszik, és a végén hajak körmök és a ruhája marad vissza, tehát ez lesz. És ezek egyébként nem idős szerzetesek, tehát nem arról van szó, hogy 90 éves szerzetes és meghalt meditáció közben, ezek fiatal, 30-40 éves szerzetesek, akiknek ennyi idő kellett ahhoz, hogy megtanulják azt a technikát, amivel olyan mértékben tudnak a testének egységre hatni, hogy ez lesz a vége. Tehát ennyire nem játék a testének egységhez hozzányúlni. Azért hoztam ezt a ábrát, hogy látható legyen, hogy ez nem játszadozás. És ahogy a kiskülönben a spiritista is mondta, ez nem játék. Hogyha valamit az ember csinál, annak mindig van következménye. Még akkor is, hogyha ott rögtön nem válik ez nyilvánvalóvá. És ezért tiltja megint csak ugye a különböző meditációs technikákat a keresztény egyház, és mondja azt, hogy ezektől mindenki tartsa magát távol, mert veszélyes. És ennyire veszélyes tud lenni, tehát ennyire nem játék az, amikor az ember a testlélek egységgel kezd el bármit is csinálni. És nagyon könnyen meg tudja magát az ember égetni, és nem is gondolja az ember, ugye most nagyon nagy divat ilyenekkel foglalkozni, nagyon nagy divat jogázni, nagyon nagy divat különböző meditációs technikákat tanulni és gyakorolni, de ezek ennyire mélyen szántó dolgok a szószoros értelemben, tehát az ember testlélek egységével sem manipulálni, sem játszani nem célszerű, mert veszélyes. No. Igazából a mai napra én ennyit szerettem volna. A következő alkalommal fogunk foglalkozni a lelkülettel és a személyiséggel, ami bele fog kunkolodni az isteni elhívásba és az okkal való életnek a vezetésébe is. Ez lesz ennek a sorozatnak az utolsó tagja. Most a figyelmet megköszönve leállítom a felvételt, és hogyha van kérdés, akkor azt igyekszem megválaszolni.